Találkozáson a szerb haladó párt, a szocialisták köré tömörülő koalíció, a szerb radikális párt és a szerbiai demokrata párt képviselői vettek részt. A következő beszélgetésen kellene megállapodni abba, vagy legalábbis közel kerülni a megoldáshoz, hogy milyen mindenki számára elfogadható együttműködési keret hozható létre. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy az egységkormány, amelyikben a kormányzat szintjén minden politikai erő részt vehetne, vagy részt venne, nem elfogadható mindenki számára. De hát nem is ez volt az egyetlen lehetséges kiút, ez egy kiút. De vannak egyéb más lehetőségek is, ahogy a statutumot például kezeltük. Pásztor a megbeszélés után elhívta Borislav Novákovicsot, a Demokrata Párt képviselőjét, akinek beszámolta a találkozóról. Arra az újságírói kérdése, hogy az Új Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselőjét tájékoztatja-e, a házelnök azt válaszolta, hogy nem. Arra a kérdése, hogy miért nem, Pásztor István csak annyit válaszolt, azért. Ez Pásztor elnök álláspontja, amelyhez én igazán nem akarok kommentárt fűzni. A Szociáldemokrata Liga álláspontja világos és nem változott hónapokon keresztül. Nyitottak vagyunk a tartományi kormány átalakítását illetően, és eljövünk a következő gyűlésre. Már mondtuk, hogy szívesen eleget teszünk Pásztor úr és más párti képviselők meghívásának, de erre ma egyszerűen nem volt lehetőségünk. Véleményünk szerint a Pajtics úr vezette tartományi kormány nem képes többi arra, hogy irányítsa a vajdasági közügyeket. A tartományi kormány szerintünk megbukott, és fontos, hogy megtaláljuk a megoldást, a kiutat a válságból. Ennek a gyűlésnek a párbeszéd megteremtése volt a célja, ők viszont bemutató gyakorlatként kezelték, amellyel megmutatták, hogy még mindig nincs 61 képviselőnk, amellyel megteremtenénk a matematikai többséget. A szerb radikális párt álláspontja, hogy a parlamentben új többséget kell kialakítani, és hogy esetleg leváltsuk a jelenlegi hatalmat. Érdekeltek vagyunk abban, hogy részt vegyünk az egységkormányban. Számunkra elfogadhatatlan mindaz, ami az esetleges szerbiai alkotmány megváltoztatására és Vajdaság autonómiájának bővítésére, illetve állami jelleggel való felruházására vonatkozhatna. Pásztor István bejelentette, hogy 10 nap múlva folytatódnak a tárgyalások, amelyekre várhatóan eljön minden parlamenti párt képviselője.